Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, Önök az Artkultúra című magazin műsorunkat látják 2018. március 30-án pénteken. A pontos idő 20 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Batyus Bál a közösségi házban. Tavasz köszöntő hangverseny a zeneiskolában. Az Újvárosi Hagyományőrző Klub ebben az évben is megszervezte a Batyus Bál elnevezésű rendezvényét. A népszokást felelevenítő esemény részleteiről Herceg Antalt kérdeztük. Thank you.
Mit érdemes tudni a mai Batyusbárról, amit a közösségi házban rendeztek meg? Először is visszamennék több száz évvel, mikor valóban elindultak azok az emberek egyik faluból a másikra, a tanyavilág annak idején meglévő távolságát is figyelembe, nem sajnálták azt egy-két oroszlás gyaloglást, hogy egy kicsit szórakozzanak, egy kicsit kikapcsolódjanak. Na most sose tudták, hova érkeznek, hogy mivel fogadják. Hogy ne maradjanak éhen, ne maradjanak szomjan, hát batyut vittek magukkal. Ha több tíz kilométerről volt az első tanya, akkor menet közben is meguzsonáztak, vagy ettek, utána leöblítették, és nem kiszáradt torokkal, éhes gyomorral érkeztek, odavon mentek. Szinte olyan tanya, vagy olyan vendégfogadás sehol nem volt, hogy valami harapnivaló, vagy ivásra alkalmas ital, nem mindig az alkoholra gondolok, ne legyen. Mikor megérkeztek, köszöntés után előkerültek a citerák, a menyecskék, ugye, beilleszkedtek a többi közönség, meg házigazda, meg háziasszony köré, elkezdtek nótázni, sútból előkerült a citera, és utána jött a tánc. Na, ez sok évszázadon keresztül, mondhatnám 4-5-6 évszázadon keresztül is ezt már próbálták fenntartani, mert más szórakozás nem volt, csak amit ők saját maguk akkor rendeztek. Nem voltak színházak, ha voltak, nem tanyavilágban, nem a pusztaságon. És mindig sikerült úgy összehozni nekik, hogy úgy váltak el egymástól, hogy jövőre találkozunk. Hát mink ezt ismét élték most meg. Kicsit bemutatkoztunk a múlttal, bemutatkoztunk a hagyományos dolgokkal, nótákkal, tánccal, és szól a zene. És ön mit gondol, hogy sikerült eddig a délután? Hát úgy gondolom, hogy a műsorunk nem volt hosszú, nem unta el magát senki. Olyan dolgokról szólt a műsor, ami érdekelt bennünket, körülöttünk történt, és felismertük benne a múltat. Utána jött az ebéd. Hát szerény, hogy mondjam, parasztos étkek voltak. Hurka, kolbász, szalonna, fasírt, meg hagyna soroljam tovább. Az étvágygerjesztő ízeket mindenki evett, volt mit inni, mert az üdítőtől kezdve sörig, borig, pálinkáig minden volt. Tudtak is enni, és mikor befejeződött az ebéd, láb alá nótát húztak, és hogy lehet táncolni. Meddig tart a mulatság, és hogy megrendezik-e ezt a következő években is? Ez szerintem nem kérdés. Erre van igény, mint ahogy lássuk a létszámot is. Itt jól érezi most eddig mindenki magát, de a hátralévő időben, ugye a tánc után jön a tombolahúzás, ott megint kikapcsolódnak. Én úgy gondolom, jövőre se kell ennek a hírnek nagy dobon szólni, hogy gyertek Batyusbálba. Próbáltunk összeszedni a múltból bizonyos eszközöket, amit a vásárasztalán bemutattunk, de nem kellett könyörögni, hogy adjanak valami régeséget. Szinte mondhatnám azt, hogy annyit kaptunk, hogy asztalon, meg asztal környékén, meg asztal felett el se tért. Hát ott lehet a patkótól kezdve, a patapucolásig, a perzselőig, a hurkatöltőig, a kaparókésig, akkor lehet találni a régi fajta perzselési módnak a szalma villát, amivel igazgatták a disznónak a hátán a szalmát, és lehetett látni kosarokat, lehetett látni olyan eszközöket, szitákat, amit már máma nem igen használnak. Fenn van a pócon, őrzi a múltját. Az Újvárosi Hagyományőrzők Klub soron következő rendezvényeiről mit tudhatnak a tévénézők? Hát ami legközelebb következik, ami már kis van plagátolva a városba, a május 1-e.
Immár 6. éve állítunk a városnak májusfát. Erre készülünk elsősorban, ahol, mint eddig, be fogjuk vonni a ünnepi műsorunkba a fiatalságot, megemlékezünk hagyományosan május 1-éről, felállítsuk a májusfát, és mivel a május 1. vasárnapján van az anyák napja, arról se fogunk megfeledkezni, egy pár mondatba fel fogjuk idézni az anyák napját. Thank you.
A hagyományokhoz híven ez év márciusában is egy növendékhangversennyel köszöntötték a tavaszt a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. Erről az eseményről és az elkövetkezendő versenyekről is kérdeztük Karapancsevné Jász Ildikót, az iskola tagintézmény vezetőjét. Hát akkor szeretettel köszöntöm a kedves közönségünket a tavasz köszöntő hangversenyünkön. Első műsorszámunkkal már is a tavaszt próbáljuk megidézni, én már láttam a napsugarakat hosszú hetek után most először, reméljük sikerül. Az első műsorszámunk a Kicsi Gesztenye Klub című zenekartól van egy gyerekdal, melyet átadaptáltunk a zeneiskola hangszereire. A zeneiskolában rendezett hangversenyről mit érdemes tudni? Minden márciusban hagyományosan egy növendék hangversennyel köszöntjük a tavaszt, ami... Én úgy gondolom, hogy most különösen ráfér az emberekre, hiszen a hosszú tél után egy kis vidám muzsika, a gyerekeknek a hangszerjátéka valóban egy kis melegséget hozott a közönség szívébe. Mezőtúri diákok voltak? Igen, természetesen. A legügyesebb növendékeink közül válogattunk most a műsorra, a hangversenyre. Többségük valamilyen versenyre készül, vagy valamilyen versenyen vett részt a közelmúltban, és ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy bemutatkozzanak, hogy éppen milyen szinten tartanak most a felkészülésben. Hogy sikerült a hangverseny, a közönség hogyan érezte magát?
A visszajelzések azt igazolják, hogy tetszett az embereknek, valóban változatos, nagyon sok hangszert felvonultató kis koncert volt. Vonós hangszerek közül hegedű, cselló kamarazenében is, zongorát hallottunk, szintetizátort hallottunk, fuvola, gitár, dobok, citera muzsika is felcsendült többször is. És hát énekeltek is a gyerekek, egy szolfés csoport is közreműködött. És én innen is gratulálok a felkészítő tanároknak és a fellépő gyerekeknek. Következő rendezvényekről mit tudhatnak a tévénézők? A következő saját rendezvényünk a Mezőtúr országos balett és modern tánc fesztivál.
illetve Szarvas Katalin nevét viselő 7. növendékkoreográfusi emlékverseny kerül megrendezésre április 14-én, 15-én a Városi Oktatási Centrumban, illetve a hónap végén a társas táncosok is főszerepet kapnak, hiszen a 4. mezőtúri művészeti iskolás táncversenyre kerül sor, szintén a Városi Oktatási Centrum sportcsarnokában. Közeljövőben fog lezárulni a zeneszerzői pályázat. Erről mit tudhatunk? Igen, már nagyon sok pályázat beérkezett, és még telefonon engedélyeztünk olyat, hogy 20-a a határidő, és 20-án került postára a pályamű. Úgyhogy bízom benne, hogy ma minden pályázat megérkezik, és továbbíthatjuk az értékelőknek, és a válogatás után pedig meghallgathatjuk majd a legjobbakat május 25-én mezőtúron. Kedves nézőink, önök az Artkultúra című műsorunkat látták. Legközelebb április 6-án várjuk majd önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!